Sorban már az ötödik hétvégén vonultak utcára az orosz távol-keleti Habarovszk városában az emberek Szergej Furga kormányzó őrizetbe vétel ellen tüntetve. Jelenlévők szerint több tízezren, egyes becsések szerint 50 000-en vonultak végig a Kínával határos város utcáin. Az emberek a kormányzó őrizetbe vétele óta a moszkvai befolyás erősödésétől tartanak és ez ellen tiltakoznak. A hatóságoknak nincs joguk törvénytelen feltételeket szabni az embereknek, mondja ez a tüntető. Az elégedetlenség növekszik és terjed egész Oroszországban. Már el is kezdődött. Végre cselekvése van szükségünk, nem üres szavakra, teszi hozzá egy másik demonstráló. Először is tisztességes tárgyalást akarunk Szergej Furgának. És válaszokat a kérdéseinkre, mert csak ott ülnek és nem tesznek semmit, ez így nincs jól. Mióta Putyin hatalma van, még soha ellenzéki jelölt nem kapott annyi voksot, mint 2 éve Habarovszk körzet kormányzója. Szergej Furga 69%-ot kapott szemben a kormánypárti jelölt 28%-ával. A tüntetők ezzel magyarázzák az őrizetbe vételét.